Az elmúlt napok nagy mennyiségű csapadéka jelentős mértékben megemelte a Ronyva és az azt tápláló Borsba-patak vízszintjét. Azonban árvízveszély nem alakult ki a Ronyván és árapasztúján, ugyanis a csökkenő csapadék mennyisége párhuzamosan csökkent a vízszint a patakokban is. Javult a helyzet a Ronyván, a Borsván és a Fehérpatakon is. Komoly apadás volt az elmúlt órákban, úgyhogy árvízveszélyről nem beszélhetünk, hála jó Istennek. Persze az is látható, hogy annyira át van ázva a föld, hogy minden olyan csapadék, ami rögtön lefolyhat, tehát itt esőről, honos esőről lehet beszélni, az ott köt ki. A föld már nem bírja beinni ezt a rengeteg nedvességet, csapadékot, és bizony ennek következtében fordul elő az, hogy hirtelen még egy kisebb eső is emelni tud a Ronyba vagy a Borsba vízszintjén. Szamosvölgyi Péter elmondta, hogy bízik abban, hogy a későbbiekben sem okoz majd problémát a vízsátor alja Újhelyben, de ha védekezésre kell, hogy sor kerüljön, ahhoz is adottak a feltételek. Rendelkezésre a 100 000 zsák, a 500 köbméter homok, le vagyunk szerződve újabb több száz köbméterre szükség esetén. Meg van szervezve, hogy melyik részen, melyik intézmény, vállalat dolgozói állnak be a védekezésbe szükség esetén. Tehát elvileg, és mondhatom gyakorlatilag is, mi készen állunk bármilyen probléma kezelésére, de nem szeretnénk, hát azt tegyük hozzá, hát ki lenne az, aki ennek örülne. A város polgármestere hozzátette, hogy az időjárás előrejelzéseket figyelve és a Meteorológiai Intézettől kapott információk alapján előreláthatóan nem számítanak árvízre a közeljövőben. Úgy néz ki, hogy elkövetkező egy-két hétben, bár csapadék majdnem minden nap lesz hó vagy eső formájában, olyan mértékű csapadékról nem beszélhetünk, ami áradást okozhatna.